Sziasztok! Az újszülött oktatásaim keretében nagyon sokszor felmerülnek a kérdések a kellékekkel kapcsolatban, tehát most úgy döntöttem, hogy csinálok erről egy kis összefoglaló videót, hogy mindenki láthassa, hogy miket lehet használni, milyen méreteket, hogy el lehet egy kicsit átalakítani, vagy készíteni is saját kelléket, és mi az, amiket inkább ne használjunk, mert nem biztonságosak egy baba számára. Tehát ide most csak fölstócoltam egy csomó mindent a tárolomból. Azt mondhatnám, hogy ezek azok a kellékek, amik sokszor előjönnek a polcokról. Ezen belül megvannak a saját kedvenceim, meg a szülők kedvencei, amit sokszor kérnek. Tehát a galériámban a legtöbb kellék fel is van tüntetve, hogy hogy néz ki használat közben. Tehát végig tudják nézni, és el tudják nekem küldeni, hogy például ezt a kelléket szeretném, vagy azt, így díszítve. Tehát ez fontos, mert én nekem az újszülött fotózásomnak két része van, tehát van egy babzsákos, pózolós, néha lifestyle-os, attól függően, hogy mennyire alszik a baba, és van egy kellékes része. Én nagyon szeretem a kellékeket, nagyon sokat használom őket, szeretem őket feldíszíteni, kidekorálni. Ez egy nagyon kis kreatív része egy újszülött fotózásnak, tehát nekem így lesz egy egész egy fotózás, mert a babzsákon szeretem csak inkább a babát, sokszor mesztelenül, tehát hogy látszódjon csak a baba, az ő kis karaktere, az ő kis figurája, és utána jönnek a kellékek, amit már lehet egy kicsit viccesen is, aranyos kis sapkákkal, mindenféle kellékekkel, virágokkal, nagyon sok minden van a stúdiómban, tehát lehet így őket kreatívan is fotózni, tehát ebből a két részből áll a fotózás. De most nézzük akkor a kellékeket. Most ide készítettem kosarakat, tehát ezek nagyon praktikusak, tehát nagyon jó lehet használni, biztonságos, ugye mert a babát a hátára fektetve kényelmesen tudjuk fotózni ezekben a kosarakban. Ezt a kettőt azért raktam ide, mert ezeket én festettem le, tehát például ez egy ilyen eléggé csúnya zöld volt, nem tetszett egyáltalán, de tetszett a formája, hogy olyan egyenes a széle, ugye itt, ami kijön, tehát a mélyedés. És ezt mondjuk lilára festettem, ez pedig fehérre, így nagyon tetszett fehérem. Ezeket falfestékkel festettem, tehát semmilyen különleges dologgal, és ugye ebben jönnek bele majd az alátétek, amiben bele tudjuk helyezni a babákat, ugye, hogy kényelmes legyen, tehát minden kelléket ugye kényelmességgel tegyünk. Na már most itt van a mércém. Most megnézzük, tehát ezek nagyon hasonlóak ezeknek, ez 40 cm a külső mérete, ez egy picivel nagyobb, ez 45, tehát nagyon-nagyon kényelmesen babának, de mindig, opa, akik jönnek az oktatásomra, meg szoktam mutatni, hogy hogyan jár egy újszülött fotós vásárolni, tehát mindig nálunk van a mércénk, ami ugye így az alkarunk, tehát bárhova így belerakod, látod, hogy ebbe belefér a baba, vagy nem fér bele. Amikor így belefér az egész kezem, tehát így az ujjaim is, akkor látom, hogy ez egy kényelmes kellék, ebbe kényelmesen elfér a baba. Hogyha egy kicsit szűkebb, vagy fel kell hajlítanom, akkor tudom, hogy ide jobban kell gömbölyíteni majd a babát, de babákat nagyon szépen lehet gömbölyíteni már kifejezetten a wrap technikákkal is. Tehát mind a kettő kosarunk egy nagyon kis kényelmes, itt egy picit jobban gömbölyödik a kezem, de ezt ugye úgy kell kitölteni, előkészíteni a babának, hogy nagyon kényelmesen belefeküdjön. Jó, vannak ezek a magasabb álló kosarak. Ez például egy fém, valahol, mint hogyha ide készítettem volna a párját. Hasonló, ami inkább még rusztikusabb, tehát ez végig ebből a fűből van, vagy nem tudom mi ez. Tehát ezeket lehet használni. Ebbe például így jobban bele szoktuk állítani a babát, ebbe a típusúba. Tehát amikor megpróbálom megmutatni, így kitöltés nélkül nehéz. A babánk szépen be van wrapolva kis krumplinak. És szépen, ugye így van, benne a wrapba, nagyon szépen így szoktuk bele fektetni. A babát remélem látszik azért. Jó, és akkor gyönyörűen tudjuk őt fotózni
az arcát, és én nagyon szépen ki lehet tölteni a kelléket. De most például belerektem a babát ebbe a kosárba is, ugye, hogy beleraknám, akár vrapolva, akár vrapolás nélkül, tehát látszik, hogy milyen szépen belefér, ugye, a babánk. Teljesen jó méret, tehát ez a 40 cm, ez egy nagyon kényelmes méret. Tehát kosarak, nagyon jól lehet őket használni. És ide készítettem egy nagyon-nagyon régi kosarat, ami még a nagymamámé volt, és szerintem ő is úgy örökölte még az ő anyukájától, tehát ez egy családi kosár, és nagyon-nagyon szeretem használni újszülött fotózásra, pont egy nagyon jó méret, szabályos kör alakú, rusztikus, tetszik nagyon, hogy ilyen vékony, egyenletes a pereme, tehát ez nagyon jól szokott mutatni a fotókon. Tehát ilyeneket is össze lehet gyűjteni, fel lehet menni a padlásra, le lehet hozni, őket nagyon jól lehet használni. Régi fiókokat nagyon jól lehet használni, ugye hogyan használjuk a fiókokat, legfőképpen, hogy a baba ugye ezen a kézen így gyönyörűen így bele lehet fektetni a fiókokba. A fióknál is fontos, hogy ne legyen túl nagy, túl kicsi, tehát úgy töltsük meg, hogy ilyen gyönyörűen alátámasztva ugye a fejet, de így tud feküdni a hasán, és a kezével tartja a fejét, ugye egy fiókban nagyon jól mutatnak, tényleg, és ez is, ahogy látjátok, egy nagyon jó méretű fiók, ugye meg is mérem, gyorsan, de így jövök a kezemmel, látjátok, itt inkább be van hajlítva a kezem, tehát, de ez nagyon jó a babának, mert ide fölmegy a keze, és a popóját pont megtámasztja így hátul. Tehát ennek a fióknak a hossza, ez 31 cm, jó? De nagyon jól, ahogy láttátok, belefér. Ez a próba babám, akivel tanítok is, ő egy reális méret, tehát egy újszülött baba méret. Jó, ez is a padlásról jött, ez apukámnak egy padoboza volt. Nagyon fontos a padlásról leszedett dolgoknál, hogy azért ellenőrizzük őket. Tehát én meg szoktam nézni, hogy nem nagyon tüskés, nincs benne szög, le kell egy kicsit csiszolni. Tehát itt például van ez a kis kalandjú, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, tehát nem akartam kiszedni, de ugye a hátulja, ez itt szúrós, tehát leragasztottam ragasztószalaggal többször is, hogy nehogy véletlenül a baba megsérüljön, vagy én, amikor megtöltöm, ugye megkarcoljuk a kezünket. Tehát így át szoktam nézni, le szoktam őket tisztítani, hogy tényleg minden rendben legyen. Ebben többféleképpen tud belemenni a baba. Ugye ugyanígy, ahogy mutattam a fióknál, a hasonfekvős pózban úgy kell megtölteni, ez egy magasabb kellék, magasabb. Tehát úgy kell megtölteni, hogy a baba följebb maradjon, tehát nagyon jól belefér. De ugyanígy hátulról bele csúsztatva, úgymond nagyon-nagyon jól lehet fotózni bele a babát. Jó? Tehát többféleképpen lehet használni, attól függ, hogy mit szeretnénk létrehozni. Mi az ötlet a kellékkel kapcsolatban? Ah, gyorsan ezt is megnézem, aki itt van. Látjátok, ebben így megy bele a kezem, tehát pont nagyon jó. De ez hosszúságra ugyanúgy 31, mint a fiók. Szélességre 24, tehát egy nagyon kényelmes kis doboz egy újszülött babának. Amit a szülők nagyon-nagyon szoktak szeretni, azok a kiságyak. Tehát van ez a kiságyunk, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi kiságy, ilyen vas drótból van, vagy nem is tudom, ez a vékony típusú, ebbe csak beleraktam egy kartonpapírt, hogy jobban meg tudjam tölteni a babának.
amikor belefekszik, ugye ez egy nagyon-nagyon kényelmes kellék. Szülők nagyon szeretik, hogy a pici baba benne van a pici ágyba. Látjátok, nagyon jól belemegy a kezem, tehát ez egy nagyon kényelmes kis ágyacska a babának. És nézzük meg, ez a kollekció, ezek a salátás tálak. Ezeket úgy vettem, hogy salátás tálak, meg gyümölcsös tálak, tehát például ez. Már látjuk, hogy mennyire jó a formája, kezem így megy bele. Jó, tehát a babának tökéletes. Ilyen gyönyörűen bele tudjuk rakni. Jó, tehát itt a babánk, látjátok, nagyon kényelmesen elfér benne. Tehát ez egy gyümölcsös tál. Ezeket át is lehet festeni, ugye fából vannak, lehet alakítgatni őket. Tehát ezt gondoltam, ez nekem túl sötét egy kicsit. Én ezt lehet, hogy átfogom, egy kicsit rá fogok menni egy picit világosabb színnel, de úgy, hogy azért átjöjjön a fa. Tehát, hogy egy kis ilyen fehér mosást adni neki, úgymond, hogy világosabb legyen, mert most egyelőre nem nagyon használom amiatt, hogy egy picit túl sötétnek találom, de ez mindenki saját magának az egyéniségi és stílusához. Én nagyon szeretem a natur kellékeket, hogy a baba minél jobban, és a színek, mert én nagyon szeretek színeket használni, jobban kijöjjenek. Például ez biztos mindenki ismeri, régi kis Vajling. Nagyon kis szuper kellék ez is. Tehát ez 32-es. Nézzük meg. Baba. Még ilyen nagyon szépen belegömbölyödve. Így belefér. Tehát egy 32-es kis Vajling is ilyen szempontból lehet használni. És van ez a mély salátás tálunk, amit én festettem le fehérre. Ezt már azt hiszem fafestőkkel festettem. Picit megcsiszoltam, hogy rusztikusabb legyen, de már így az idők, már több éve ilyen, ugye mindig ütődik egy kicsit ez az amaz, most már egészen rusztikus. Tehát ez egy mélyebb tál, nagyon szeretem használni, mert tökéletesen belegömbölyödik a baba. Tehát ezt is kitöltjük. Nagyon szépen, és sokszor így megkérdezik szülők is, meg a tanítvány is, hogy belefér a baba? Igen, belefér. Tessék, itt van gyönyörűen, és általában nagyon is szeretik, mert annyira jól összetartja őket. Tehát egy nagyon kis nyugis helyen vannak. És ez is egy salátás tál, ezt én festettem szürkére megint csak. Ez egy laposabb típusú, tehát ez más, de nagyon-nagyon tetszik a pereme. Egy ilyen kis egyenes. És ebbe is látjuk, hogy nagyon-nagyon jól belefér a baba, tehát megnéztem, leellenőriztem. Ezeket például azt mondom, valamilyen lakberendezői boltba szereztem be, de nagyon sok mindent be lehet szerezni. Ugye olyan turkálok, ez a cserítékbe, ahol ugye vannak ilyen háztartási dolgok is. Nagyon sok mindent lehet ott találni, tehát érdemes körülnézni. Meg a szomszédaink, meg a saját padlásunkon is, mert kincseket lehet találni, mint például ezt most cibáltam le a padlásra, még látszik, hogy nagyon kis koszos, úgyhogy ezen még tisztítanom kell. De nagyon tetszik ez ilyen már a vajszínűs, ugye maga, a színen nagyon rusztikus, egy picit meg kell csiszolnom, így érzem, hogy tüskés, meg egy eléggé koszos, poros, de megvan mind a két fogantyúja, nagyon tetszik a lábai is, nagyon jó, és megvan az alja is hibátlanul, úgyhogy ennek csak egy jó tisztítás jön most, és egy nagyon jó, ez egy nagyobb méretű doboz, ugye, mint a másik, hova raktam, ide raktam. Tehát látszik, hogyha egymás mellé rakom, ez egy nagyobb méretű láda ilyen szempontból, egy 5 centivel, tehát nagyon-nagyon kényelmesen tudjuk majd használni újszülött babának, és nagyon jó rusztikus a pereme, tehát ebből is kétféleképpen akár így, akár a hátán fektetve belecsúsztatva. Na már most, itt van ez a, nem tudom, hogy mi a neve,
vödörszerűség, ez a két fülő, nagyon tetszik egy két fülő, ez ugye metál, tehát le kell ellenőrizni, hogy nincs-e valahol olyan, ami elvághatja a babát, mert ez is nagyon régi, látszik rajta, tetszik, hogy ilyen mintázata van már az évek alatt, ahogy megöregedett, és tehát ezt nagyon jól lehet használni, akár a tipikus vödröket is nagyon jól lehet használni, csak le kell ellenőrizni, hogy ahol a baba érintkezhet vele bárhol is, ott ne legyen semmi, ami elvághatja. Tehát például az is egy nagy szabály, hogy üveget ne használjunk, mert bármikor eltörhet, tehát az tényleg tilos. Meg a cserép edényeket is nagyon mellőzzük, mert bármikor elrepedhet. És az nagyon rossz lesz nekünk is, és a babának is, meg a szülők is biztos nagyon megijedhetnek, tehát nem egy kellemes élmény senkinek. Jó, ezek is kosarak, teljesen mezei kosarak, de nagyon szuperül lehet őket használni, megint csak, ugye baba ugyanúgy, mint a fiókba, így bele tud menni. És a jó dolog ebben kapcsolatban, hogy tehát ezeket ki kell tölteni szépen, hogy a baba ilyen nagyon kényelmesen benne feküdjön. De nagyon jó dolog, hogy ezeket a fogójukat nagyon szépen fel lehet díszíteni, akár száraz virágokkal, akár művirágokkal, bármivel, hogy ilyen nagyon kellemes, majdnem, hogy már festményi minőségű alkotásokat készíthetünk így a kreativitásunkkal. Tehát a szülők nagyon szokták szeretni, hogyha valami egyediséget hozunk össze az ő babájuknak. Jó, és akkor itt van más formájú kosár, megint csak belefér a kezem, tökéletes, tetszett a fogantyúja, más a formája egy picit. Jó, megint egy kosár, nagyon tetszett, hogy ez eredetileg szürke volt, és átjön rajta egy kicsit a fonás, tehát nagyon jó rusztikus, nagyon jó stabil, tehát mindig nézzük meg, hogy a kellékek tényleg stabilak legyenek. Jó, tehát ne egy kiboruljon a baba belőle. Jó, tehát ez is pont olyan méretű, aminek kell. Ezt a dézsát mindenki ismeri, szerintem a dézsákat nagyon szuper. Így megint csak így bele lehet rakni a babákat. De ezeket a kellékeket ne felejtsük el, hogy lehet használni már ülő babáknak is, mert gyönyörűen bele tudjuk ültetni, meg tudja fogni a szélét. Tehát ezek nem csak újszülött fotózásra, de már hogyha visszajönnek mondjuk a babával egy ülős, hogy ülős képeket is készítsünk nekik, akkor megint csak elő tudjuk venni. Például nagyon-nagyon menő szokott lenni, amikor lefotózunk egy babát újszülöttként, mondjuk egy kellékbe, és utána visszajön, mikor már tud ülni, és ugyanabban a kellékbe beleültetjük, és egymás mellé rakjuk ezeket a képeket. Azt nagyon szokták szeretni a szülők, hogy mennyit nőtt a baba már az alatt, a 7 hónap alatt is akár. Jó, itt van még egy ágy, ez egy másfajta, ez fa. Ezt a varázskézműhely készítette. Nagyon tetszik, hogy ilyen kis rusztikus ez is, szépen csak le van csiszolva. Nagyon jól használható, megint csak lehet díszíteni, alatta díszíteni. Nagyon sokféleképpen lehet használni ezeket az ágyokat, és szülők nagyon-nagyon szeretik. Ó, és akkor ne felejtsük el, van itt nekem. Ezek a koszorú, vagy lehet ajtódísz, vagy bármi, ez egy nagy méretű, nagyon tetszett, és nagyon jól lehet használni. Ezt is kibéreljük, és gyönyörűen belerakjuk a babát. Kislányoknál nagyon-nagyon szép képeket lehet fölülről készíteni, hogy benne vannak így a virágokba. Gyönyörűen szokott kinézni, nem tudom, hogy fel tudom állítani, hogy látszódja, tehát nagyon-nagyon szép. Ilyeneket többfélék is vannak. Az a lényeg megint, hogy megnézzük, hogy mennyire fér bele a kezünk. Ezt ki kell tölteni természetesen,
és lehet fotózni vele a babát. Tehát ilyenem is van többféle, nagyon-nagyon különlegesek. És ne felejtsük el például az ilyen kis babakocsit. Ezt átalakítottuk, mert ennek itt volt valahol a fogantyúja, hogy nem tudtam belerakni az újszülött babát, de átalakítottuk, hogy itt tudja megfogni. Tehát ezt nagyon szeretem testvéres képekhez, tehát hogyha mondjuk van egy 3 éves kislány például, vagy akár 2 éves, 2,5 éves, aki meg tud állni itt mellette, megfogni, és ide berakjuk a kis testvért, ugye? Szépen megint előkészítjük, hogy jól nézzen ki, és akkor így tudnak egy képen szerepelni, nagyon kis aranyos, hogy hogy lehet. Ugye ezt is lehet többféleképpen, ugye úgy töltsük ki, hogy jó legyen a babának, de ez egy nagyon jó méret, nagyon jó kis magasság, és nagyon jól lehet ugye így alakítani. És testvéres képekhez is nagyon jó. Így utoljára még megmutatnék egy pár dolgot. Ezeket a kellékeket így készítettem. Tehát készítettünk saját magunknak is, ezt a szívet is én csináltam. Ezeket például, ezt a kettőt úszónudliból csináltam. Ezt a holdat én készítettem, erről van egy blog is fönt a weboldalamon, így lépésről lépésre, hogy hogyan készítettük. Nagyon jól lehet használni, és ezt a csillagot is én készítettem. És mindegyiket ilyen rusztikusot, tehát bevontam ezzel a juta anyaggal, mert így nagyon-nagyon jól kijönnek a színek, amiket használni akarok velük. Tehát ezeket is nagyon jól tudjuk használni a munkáikban, én nagyon szeretem őket, nagyon sokszor előkerülnek. Tehát, hogyha van nektek egy kis időtök, vagy bennetek van a kreativitás, hogy szeretnétek valamit készíteni, nagyon-nagyon sok mindent lehet online találni, és lépésről lépésről lehet akár követni, hogy hogyan készítsünk ilyen kellékeket magunknak. Izgalmas is, néha egy kicsit stresszes is, vagy idegesítő, hogyha nem úgy jön össze, ahogy az ember szeretné, de mindenféleképpen egy jó kis móka is, amikor használjuk a saját kellékeinket, még egy ilyen extra kis büszkeség is előjön az emberből, hogy hú, ezt én csináltam. Jó, és tudjuk használni, és tetszik a szülőknek, az egy teljesen extra bónusz így a végére. Tehát remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval, és hogy hogyan válogassatok kellékeket. Tehát mindegyikötöknek jó munkát kívánok, jó gyűjtögetést, találjátok meg a stílusotokat, és akkor már sokkal jobban elkezdhetitek a munkátokat, és összegyűjteni azokat a kellékeket, amikkel majd tudtok dolgozni, és éveken át meg is tartotok. Tehát nem érzitek úgy, hogy ezt mellé fogtunk ezzel a kellékkel, nem tetszik, és meg akarunk tőle válni. Tehát próbáljuk olyan dolgokkal körülvenni magunkat, ami a mi víziónkat, kreativitásunkat tükrözi, és így nagyon jól fogunk tudni dolgozni. Sziasztok!